Sziasztok! Ma a Street Food Fesztiválról fogok nektek egy kis tudósítást adni. Ez Budapesten volt az Andrássy úton, és a mobilitás jegyében hát részt vettünk rajta, halkaltunk, hanem nem sokat kell gyalogolni addig, míg ide erre a pontra elértünk. És ez is egy nagyon hosszú rész volt, tehát amit a szem ellátott, ha végignéztünk, még világosba, nagyon hosszú volt a bodegák sora, balról és jobbra, és középen nagyon kulturáltan volt megcsinálva, padok voltak és asztalok, felrakva két sorba, tehát mindenkinek jutott hely, kicsit leülni, ha már elfáradtál, vagy beszélgetni, vagy éppen enni. Különböző országok sorakoztak itt fel, 14 ország képviseltette magát a címszó szerint, igazából nem tudom ezt így megmondani, de elég sokféle és fajta étellel találkozunk. Például ez egy hibrid hamburger stand, mi ebből ettünk, a középsőből, a felső sorban, a középsőt kóstoltunk meg mind a hárman, nem tudom, hogy miért, de valahogy erre jutott a választás, hisz több 20-30 féle hamburger közül választhattuk volna. Ez tetszett meg nekünk a legjobban, és azt kell mondjam, hogy utánunk már csak egy pár kapott ételt, és becsukott a strand, mert sajnos nagyon sok helyen az alapanyag estére elfogyott, este olyan 10 órára, még előbb, tehát 9 órára már nem volt sok helyen alapanyag, és nagyon sokan álltak sorba. Az árakról annyit kell mondjam, hogy nem is volt olcsó, és nem is volt drága, tehát egy középkategóriás árról beszélhetünk, viszont nagyon, nagyon magas minőségű ételeket kaptunk. Én úgy gondolom, hisz a palettán szerepelt csirke, hal, különböző halak, különböző húsok, például mangalica volt nagyon sok helyen, szarvashús, bivajhús, és a marhának valamelyik változata, nem tudom hogy melyik, de ami füstölhető és józamatú, jó ízű, mert nagyon finom volt, amit mi is ettünk, abba is marhahús volt. Kulináris élmény volt, mert kézművesnek mondhattuk az összes hamburgert, nem csak a belevaló húst, hanem a különböző zsemléket, amivel veletették, ha nem is zsemle formája volt akkor is. A töltséreknek is ugye saját jellege van, mindenki a saját receptje szerint készíti el, vagy készíteti el magának. Tehát nem egy ilyen összehányt dolgokról beszélünk. Az a baj sajnos, hogy azt kell mondjam, hogy itt ezen az egy helyen, ahol a palacsintákat és a koflikat csinálták, itt be lehetett látni, mert még egy helyen, hogy hogy készülnek a dolgok, egyébként minden le volt takarva, nem láthattad, hogy hogy készülnek, alapanyagokat sem láthattuk, ezek már gondolom én szakmai titkok. Kezdjük, az a volt két töltséres étel, például itt volt egy street food, amik kis kolbászukák voltak beletűzdelve káposztával, finom, friss, ropogós volt, zsemlébe, különböző ízesítésű töltséregbe volt beletöltve, és le voltak öntve szószal, amit szeretném, de egyébként kolbászkát is lehetett vásárolni. Ugye ez azért az európai, akinek a tudjam, a részbe lehet kapni, különböző standok vannak felépülve Ausztriában, Németországban és Svájcban, és nagyon jó minőségű kolbászokat lehet vásárolni. Én szerintem legalábbis én bármikor ettem, bárhol, az nekem nagyon-nagyon ízlett, és utána sem volt semmi problémánk tőle, hogy azt kell, hogy mondjam. Voltak a smokik, például ez egy nagyon érdekes újfajta keletű itt Európában, vagy Amerikában ez jött, én szerintem ez az egész. Ez különböző oldalasok és egybehúsok vannak felfüstölve, majd mutatok nektek egy füstölőt is, és majd lehet látni a videó, majd lehet látni egy nagyon nagy darab felfüstölt húst, amit éppen akkor kezdenek meg. Ezek ilyen 5-6 kilós tételek, amiket, de lehet, hogy nagyobbokat is szoktak felfüstölni. Igazából be van pálcolva több nappal előtte, és akkor utána teszik a füstölőbe, és füstölik. Hát én olyat ettem, amit 16 órán keresztül füstölnek, de van, amit 24 órán keresztül füstölnek. Itt most elhúzták magukkal a füstölőt, mert rengeteg áru fogyott, és így szükség volt az utánpótlásra, hisz ez frissen finom. Ez egy palacsintastand például, palacsinták is voltak, különböző ízesítés, sós és édes, a gofrikat láttunk, fagyit fogunk látni majd,
kürtös kalács, a csatász már úgy elmondtam, abból például volt olyan, ami a kürtös kalácsból például volt olyan, ami szivárvány színű volt kívülről. Hát szóval már fenomenális, nem is jutott volna eszembe. Mi is csináltunk már kürtös kalácsot, nem nehéz, ha van egy kürtös kalács formád, akkor a tészta gyakorlatilag nagyon egyszerű tésztája van, föltekered. Mi csináltunk belőle sósat is, sajtosat. Nagyon-nagyon finom volt, ugyanezzel a tésztában az édeset, szuper jó íze volt, nagyon gyorsan elfogyott. Ezek a retro hamburgerek is, és egy újabb fajta hamburger is, ami már négyzet alakú, azt is hamburgernek mondják. Apple a lánya palodájában például teljes mértékben retro hamburgert lehetett tenni, csak jó minőségű musikával. Hát hogy is mondjam, a látványok nagyon-nagyon jók voltak, az illatok is nagyon jók voltak, tehát nem hiszem, hogy nem talált valaki magának volna itt olyat, amit megehet. Mondom, az édeségekből fánkoktól elkezdve, fagyitól elkezdve, a kürtös kalácsig lángos is volt, édes is, és sós is, tehát mi is képviseltettük magunkat valamilyen szinten. Ez itt egy olyan stand volt, amikor a közepén faszénen füstölték a húsokat, halakat, különböző oldalas zöldségeket, ilyeneket. Tehát itt például egy kicsit másabb volt a jelleg, de nagyon-nagyon látványos volt és finom ételeket lehet ott onnan is kapni. Voltak különböző sörök, borok, és voltak üdítő stand is, azt is fogunk mutatni szerintem. Volt a waffeles, ahol töltsér ízvilágot kaptunk, de nem töltsér formában, hanem egy korom formájában, amit fölépítettek különböző gyümölcsökkel, vagy szószokkal, és úgy lehetett elfogyasztani, a gofri ugyanígy nézett ki igazából, az is hasonló volt, akkor voltak olasz ízek, tengeri herkentjük, és különböző pizza variációk, de nem az a hagyományos pizza, ami kicsit másabb. És itt beszélnék gyorsan a mi hamburgerünkről, ott az volt a hibrid a hamburgerben, a hibridet egy kicsit át kell értekedni, az volt a hamburgerben a hibrid, hogy gyakorlatilag a tésztáját, mármint a zsemle, vagy a beletetik, nem zsemle volt, hanem két pizza korong, amire ugyanúgy paradicsomszósz, fűszeres paradicsomszósz volt rakva, és sajt volt rá téve, és a teteje is ugyanez volt, és úgy ráolvadt a sajt, belül nagyon finom marhahús volt különböző zöldségekkel, és egy nagyon-nagyon finom mustáros, kürés szószal volt tálalva, és a legjobb az egészben az, amikor belemarapott az ember, akkor ropogott. Ugyanis ez a kis korong az jól meg át volt sütve, jól meg volt pirítva alulról, nagyon-nagyon finom volt. Lehet, hogy meg fogom nektek mutatni, ha megtalálom a módját annak, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. A krumpliuk is nagyon-nagyon finom volt, egy minőségi krumplikat árultak. Nos, itt láthatjátok ezt a füstölt húst, amit smokinak hívnak, és hát látjátok, nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon finom illata van, és ugye több napig áll a pázban, vagy esetleg valamilyen fűszerkeverékben, átveszi ezt az ízt, azt az illatot, és akkor 16 órán keresztül nagyon szépen lassú füstölik, és nagyon finom volt. Itt látható még egyedül az, hogy hogyan készült valamilyen szinten a hamburger, miket tettek bele. Hát akkora sor van, hogy csak ma, legalább egy 20 méteres sor, ha nem több. És itt van mellette a füstölő, mindjárt fogjuk mutatni, mert nagyon eszik először, hogy egy mozdony, fekete, és van egy külföldön egy csövám füstöl. Nagyon úgy néz ki, mint egy mozdony, de egyébként nem mozdony, hanem egy füstölő, és ugye a levegőnek különböző utak kellenek, hogy nagyon jól működjön. Ez a fagyistán például, nézzek, mekkora sor áll a smokésod, és itt van a füstölő, most visszajön a kameraman, és lekamerázza nekünk ezt, hogy ez hogy néz ki. Szuper jól néz ki egyébként, ez is egy érdekes, nem egy ilyen kagyi valami, amit nem lehet esetleg az udvarában embernek eltudni. Nyilvánvaló, nekünk nem kell ekkora, de nagyon-nagyon
ott látni ezeket a karokat, azokban vannak úgy benne a húsik, szerintem legalábbis, és oda lehet etenni őket. A fagyistand, ez azért volt érdekes, mert karok voltak, a régi fagyira emlékeztető, itt láthatjátok, ott vannak a karok, és különböző kislány éppen mindjárt fog tölteni, és ott is töltik. Különböző ízesítésű fagyik voltak, és egy ilyen krém fagyi volt, hogy csak belenyújtuk a töltsébe a fagyit, és itt még nem ért véget a történet, ugyanis mellette volt egy csomó kis dobozkával különböző, vagy fakokban különböző dolgok, amiket rá lehetett tenni a fagyira, gumicukor, praliné, drazsé, vagy esetleg ilyen kis színes cukorpralinék, vagy csokoládi, reszelék, csoki öntet, vagy karamell öntet, amit szárítod, most amit csak akartál, gyakorlatilag nem volt, nem lehetett olyat látni, amit nem tudsz elképzelni, hogy ezt most ide rá tehetnéd a fagyira, és fú, de milyen jó finom lesz tőle a fagyit, és utána nem érték töltségbe, és nem volt, amit kellett fizetni. Sós csenás sajt, azt írják, és éves csoki nutellás kis fánkocskák. Fánkok is voltak, nagyon sokféle fánk volt, csak az eredeti gondoló fánkot nem láttam, talán még lukas fánkot sem. Ezek a hosszúkás rudak, ezek fánkok, és benne van töltelék, különböző csokoládé, vanília, lekvár, amit szeretnél, gyakorlatilag nagyon sokféle, és benne van hempergetve egy kis cukor, mert ez nagyon szuper volt, különböző kis sütemények is voltak, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mintha száraz lenni, de nem száraz, elég nedves és finom, talán túrótorta, vagy valami hasonlók voltak, ezt annyira nem néztük meg. Itt valaki nagyon tetszett a kamerán, hogy kamerázik, és mutatott valamit. Voltak rétesek is, igen, nagyon jó illat szállt innen is, és ahogy láthatjátok, a kocsikat is nagyon-nagyon érdekesek voltak, különböző formájú, méretű, nem csak éppen egy ilyen kis kocsik, amit ugye kimondottam büfékocsinak mondanak, hanem amerikai kis buszok voltak átalakítva, akkor volt nekünk a barkasz, amit egy párat láttunk átalakítva. Nagyon-nagyon ötletesek voltak, és szépen le voltak festve, szóval igényes volt a külső is, és a belső is, és nem panaszkodhatunk igazából, mert nagyon-nagyon tisztán és szépen dolgoztak kesztyűbe, tehát minden követelménynek megfelelt, nem lehetett senkinek se szava, én szerintem arra, hogy esetleg hogy tálaljak ételeket, most már szokássá vált, hogy nem műanyag tálalnak, kis kartondobozon tálalják az ételeket, volt pattogató polica, az is mindenféle formában, különböző ragacssal, különböző színben, szóval nagyon-nagyon sokféle minden volt. Volt ez a Waffenland, ezt is lehet látni, voltak különböző sörök, sörstandok, és voltak olyan standok is, ahol különböző ivóleveket lehetett kapni. Hát hogy is mondjam, majdnem többféle országból való ivólevek és gyümölcslevek sorakoztak fel. Volt különböző smoothie hús, tehát lehetett a mangalica, ez tényleg mangalica stand, nagyon-nagyon nyomták a mangalica húsokat, hisz azért sertésből az egy nagyon-nagyon jó fajta hús, nagyon-nagyon jól lehet füstölni, és nagyon jól lehet sütni, szaftos és nem száraz húsik ezek. Különböző, látjátok, különböző féle hideg és meleg szendvicsekkel felszerelve voltak ezek a buszok. Mondom, az árakról annyit kell mondani, hogy nem kevés, tehát nem olcsó volt, nem volt drága, hanem középkategóriás ár volt, viszont a minőség meg nagyon-nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, finomat ettünk, jól nagyot sétáltunk, az idő is nagyon-nagyon szuper volt, hála jó Istennek. Na itt van ez a gyümölcsleves stand, látjátok, milyen sokféle gyümölcslét lehet kapni, kisebb és nagyobb kiszerelésben, és vannak ezek a tejalapú vagy joghurt alapú gyümölcslét, azok is voltak különböző, az utcán vásárolható üdítők, jegek, amiket szoktak vásárolni, és mindenki nagyon-nagyon nagy élvezettel emelt. Én azt mondanám, hogy ezekkel azért annyira sétálni nem lehet, látjátok, hogy kultúráltal van tálalva, ezekkel azért annyira nem lehet sétálni, de
De hát ha valaki megpróbálja, akkor ez ügyesen is megy. Kezdett el táskával éppen volt. Tehát a street foodnak ez a lényege. Örülök, hogyha meghallgattatok, és megnéztétek, hol jártunk. És majd megpróbálok azért a hamburgereket is feltenni, hisz nekem a kedvenceim közé tartoznak egy jó hússal, egy jó zöldséggel, jó szószal, és egy jó kis zsemléve betéve. Szerintem azért egy egyszeri ételnek nagyon-nagyon megfelelő. Örülök, hogyha meghallgattatok még egyszer, és szép napot kívánok nektek. Írjatok, iratkozzatok fel a videóknak ott a sarkába, a feliratkozós kis kocka, arra rákattintotok, mennyire feliratkozhatok. Köszönöm, sziasztok!